Köszöntöm Önöket, a Campuszt, a Debreceni Egyetem havonta jelentkező magazinját látják. Már is mondom az elmúlt hónap legfontosabb egyetemi híreit. Jubilált augusztusban a Farmer Expo. Az agrár seregszemlét 30. alkalommal rendezték meg. A rendezvénynek egyetlen kivétellel minden évben a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampusza ad otthont a 3 évtized alatt. Magyarország idei legnagyobb agrár kiállításán ugyanakkor nem csak házigazdaként volt főszerepben az intézmény. 16 ezer négyzetméter, több mint 330 kiállító. Ezúttal sem szűkölködött kínálatban a Farmer Expo. Az idei felhozatal a koronavírus előtti utolsó kiállítást is túlszárnyalta. A járvány idején egyébként az agrár és élelmiszeripar volt az egyetlen ágazat, amely nem állt le. Ez rávilágított, hogy stratégiai fontosságú. Erről beszélt a rendezvény megnyitóján az agrárminiszter. Nagy István ugyanakkor kiemelte, sikeres agrárium csak megfelelő tudással lehetséges. Minden egyes agrármérnökre, minden egyes középfokú képzésben résztvevő fiatalemberre és kisasszonyra úgy van szüksége a magyar agráriumnak, mint éhes embernek egy falat kenyérre. Nem megy nélkülük. És mindegy, hogy hol, de szükség van rájuk, mert ők a versenyképességünk, ők a megújulásunk, ők a magyar agrárium sikerességének záloga. A régióban a megújulás központja a Debreceni Egyetem lehet. A magyar gazdák a második Farmer Expo óta minden évben az intézmény Böszörményi úti kampuszán találkoznak. Az egyetem sokféle disziplinát állít a mezőgazdaság szolgálatába, ez most különösen fontos. Ezt hangsúlyozta Szilvási Zoltán. A rektor szerint az innováció kulcsa, hogy rendszeres, úgynevezett kutatásegyeztetést folytatnak a vállalatokkal. Sokrétűen képzettek a szakembereink, mert a képzési időszak egy részét a vállalatoknál másrészt az egyetemen töltik. Harmadsorban pedig egy ilyen nagyon összefonódó, kollaboratív kapcsolat alakul ki számos vállalattal. A rektor hozzátette, az intézmény már a múltban is jelentős kutatási eredményekkel segítette az ágazatot. A hallgatók ugyanis itt egy úgynevezett vertikálisan szervezett innovációs rendszer részei. Ha van egy olyan rendszere, ahol a klasszikus egyetemi oktatás különböző kísérleti fejlesztésekkel végén gyártásba végződik, és a piacon lesz az a dolog, amit a labor meg pár éve még csak kutattak, az mindenképpen különleges, és az egész ágazat szempontjából rendkívül perspektívikus. A tájékoztatón Kósa Lajos azt mondta, a Debreceni Egyetemen várhatóan 2 év múlva állatorvos képzés is indul. Ilyen hazánkban jelenleg csak Budapesten van. Az állatorvos a vágóidi beszállításnál, kiszállításnál, telepellenőrzéseknél, szaporításban, oltásban, mindenben kiemelkedő szerepet játszik. Úgyhogy a Debreceni Egyetem közösen az a szándék, hogy 2023 őszén már a jelentkezéseket tudjuk, a jelentkezések után el tudjuk indítani a képzést a Debreceni Egyetemen. A mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar együttműködési megállapodással erősítette meg kapcsolatát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Szólát Tibor, a NAK megyei elnöke azt mondta, Hajdú-Bihar az agrárium minden területén Magyarország élvonalához tartozik. Úgy fogalmazott, ahhoz, hogy ez így maradjon, szükség van az ország legnagyobb tudásközpontjára, a Debreceni Egyetemre. Szükség van, hogy az agrárképzés ne csak megmaradjon, hanem megerősödjön itt Debrecenben, másrészt pedig a kutatásfejlesztés területén nem maradhatunk el. Ma, ha megkérdezünk egy gazdaságot, akkor a legnagyobb kihívások egyike a jövőben a szakember utánpótlás és nyilván a technológiai váltás. Ebben alapvetően a stratégiai partnerünk az a Debreceni Egyetem kell, hogy legyen. Stündül László dékán emlékeztetett, a városban több mint 150 éves hagyománya van az agrárképzésnek, a kar pedig 1970 óta működik a jelenlegi formájában. Azóta is jellemző rá, hogy a kiválóságra és az együttműködésre törekszik. Azt remélem, és ebben is biztos is vagyok, hogy ez még tovább fog fejlődni, és ez az intézmény, az agrár, a Debreceni Egyetem egyik kara, a régió mezőgazdasági élelmiszeripari vállalkozásai számára nagyon komoly tudást, innovációt, kutatásfejlesztést, szaktanácsadást, szakképzést fog tudni szolgáltatni. A rendezvény nyitónapján egy másik megállapodással is gyarapodott a MÉK. Az Északi Agrárszakképzési Centrummal kötött egyesség értelmében a centrumhoz tartozó 11 középiskola szorosabb kapcsolatba kerül az intézménnyel.
Ez még hatékonyabbá teheti a gyakorlatorientált képzést. Szakiskolákból, szakgimnáziumokból érkező hallgatók nincsenek olyan nagy számban még a hallgatóink soraiban. Azt reméljük, hogy így még jobban fog tudni segíteni nekünk, hiszen ők régiós szervezetként, régiós iskolaként, intézményként, mégiscsak a hallgatók kötődnek ehhez a területhez, kötődnek a megzőgások az agráriumhoz, és nekünk is akkor könnyebb dolgunk lesz az ő továbbképzésükben. A jubileumi 30. Farmer Expo Magyarország idei legnagyobb agrárkiállítása volt, ahol több mint 30 ezeren vettek részt. A tudományok iránt legelkötelezettebb diákok gyűltek össze a természettudományi és technológiai karnyári táborában, amit már 8. alkalommal rendez meg az intézmény. Több mint 100 középiskolás vesz részt az egyhetes kurzuson. Ez alatt a diákok a legmodernebb műszerekkel, a kutatói munka és a mérnöki fejlesztések sajátosságaival is ismerkedhetnek. Az egyetem célja, hogy a fiatalok megtapasztalják a felfedezés örömét, és ennek eredményeként egyre többen tanuljanak tovább természettudományos területeken. Folyamatos volt hétfőn délelőtt a regisztráció a természettudományi és technológiai kar nyári táborában. A középiskolás diákok kutatói kedvét nem vette el a járvány, tavalyhoz viszonyítva megduplázódott a számuk. A TTK nyári táborában idén az ország 45 középiskolájából érkeztek fiatalok, összesen 106-an, még határon túlról is jelentkeztek diákok. Debreceni Csaba a Fazekas Mihály gimnáziumban tanul, őt már kiskora óta érdeklik a természettudományok, különösen a földrajz, mert gyermekkorában rengeteg szép tájat látott szüleivel. A jövőben leginkább meteorológiával és klimatológiával szeretne foglalkozni. A meteorológia és a klimatológia az olyan része a földrajznak, ahol más természettudományi, matematikai, fizikai elemekkel kiegészülve lehet komplex ellátás nyerni a légkörben zajló folyamatokra. A tábor első napján a diákok olyan műszerekkel ismerkedhettek meg, amik a térképezésre és adatgyűjtésre szolgálnak. Korszerű drónokat is bemutattak nekik, amik nem csak a látható, de az infravörös csatornán keresztül is lehetőséget biztosítanak a munkához. Az elmúlt években a földtudományban vadonatúj témakörök ütötték fel a fejüket, a drónoktól egészen a térszkeneres felméréseken keresztül, úgyhogy nagyon széles a lehetőség arra, hogy a diákok tényleg modern témakörökkel foglalkozzanak. A természettudományi és technológiai kar dékánja a megnyitón arról beszélt, hogy a diákok az egy hét alatt a legkorszerűbb eszközökkel ismerkedhetnek meg, az oktatók irányítása mellett több mint 30 kutatási téma közül választhatnak. Ezek között olyan aktualitások is előtérbe kerültek, mint a pandémia. A délelőttönként foglalkoznak a diákok a kutatómunkájukkal, délután pedig minden diákot együttesen egy-egy intézetünk lát vendégül. Ezek az intézeti délutánok azt a célt szolgálják, hogy a tudomány mellett megismerjék a diákok az egyes intézetek képzési kínálatát, ilyenkor bemutatjuk számukra a szakjainkat, miből lehet választani a továbbtanulásnál. Az egyetem célja, hogy a fiatalok megtapasztalják a felfedezés örömét, és ennek eredményeként egyre többen tanuljanak tovább természettudományos területeken. A TTK nyári tábor egy kutatótábor, ahol arra kínálunk lehetőséget a középiskolásoknak, hogy megézleljék, milyen kutatónak lenni, megtapasztalják a felfedezés örömét. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen keresztül tudjuk őket elkötelezni a természettudományok és a műszaki tudományok iránt. Arra akarjuk őket motiválni, hogy valamelyik szakunkon tanuljanak majd tovább a későbbiekben természetesen. A középiskolások a tábor zárásaként workshop keretében számolnak be kutatási eredményeikről. A pótfelvételi eljárásban is élen a Debreceni Egyetem. Idén is sokan jelölték be az intézményt, 86 képzésre több mint 900-an jelentkeztek. A legtöbben idén is a gazdaságtudományi kar képzései mellett döntöttek, ide összesen 250-en jelentkeztek. Emellett népszerűek voltak az egészségügyi, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai, illetve a népegészségügyi karszakjai is. A jelentkezőknek az önköltséges mellett idén is volt lehetőségük állami ösztöndíjas képzéseket is megjelölni. Alapképzésre érkezett a legtöbb jelentkezés, összesen 655, de mesterképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre is sokan jelentkeztek. A ponthatárokat legkésőbb augusztus 27-éig hirdetik ki. Ekkor dől el pontosan hány felvételiző kerül be az általa megjelölt szakra. Debrecen is csatlakozott az Országos Mentőszolgálat Hajdubihari Sürgősségi Ügyeleti Mintaprogramjához. Augusztus 1-e óta a megyeszékhelyen is új egységes rendszerben működik a betegek sürgősségi ügyeleti ellátása. Hatékony sürgősségi ellátás a nap 24 órájában a Debreceni Egyetem klinikai központjában. A felnőtt és a gyermekügyelet két egymás melletti klinikán kapott helyet, a sürgősségi és a gyermekgyógyászati klinikán.
Az egykapus rendszerben első lépésként azonnal döntenek és gondoskodnak a szükséges ellátásról. Világszerte egyre több helyen alkalmaznak ilyen korszerű sürgősségi ügyeleti eljárásrendet, hogy a betegek még gyorsabban jussanak szakszerű ellátáshoz. A hajdúbihari és debreceni tapasztalatok alapján később országos programmá válhat az itt bevezetett ellátási rend. Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának elnöke szerint az egységes rendszer új korszakot nyit a sürgősségi ügyeleti ellátásban a helyi összefogásnak köszönhetően. Az elmúlt években, évtizedben mind az országos mentőszolgálattal történő együttműködésünk, mind pedig a városvezetéssel történő együttműködésünk egy sikertörténet volt, és azt gondolom, hogy ez az együttműködés, ez a siker lehet az alapja jövőbeli közös tevékenységünknek. 16 nemzet, mintegy 170 fiatal művésze vett részt a 20. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiáján. A programot a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara és a Konzervatóri Alapítvány szervezte. Pengtek a húrok és szóltak a fúvósok is. Vásári Tamás Kossuth díjas zongoraművész karmester vezetésével is gyakoroltak a fiatalok a nyári akadémia egyik alkalmán. De a hallgatók összesen 15 mesterkurzuson, valamint ének- és zenekari továbbképzéseken vehettek részt. A szakmai fejlődésüket 6 ország 33 oktatója segítette. Tavaly a járványhelyzet okozta korlátozások miatt nem tarthatták meg a programsorozatot, így az elmaradt 20. jubileumot ebben az évben ünnepelték. És a zárónapon idén is újjáalakult a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar. A Debreceni Egyetem közreműködésével megrendezett akadémia célja, hogy segítse a résztvevő fiatalokat zenei képességeik és készségeik fejlesztésében. Közép-Kelet-Európában a legtöbb külföldi hallgatót az egyetem vonza. Ez mutatja, hogy rendkívül népszerű nemzetközi poronton is, és ezt a nemzetköziséget ezt szeretnénk fokozni, fejleszteni, hiszen ezen a piacon méretik meg az egyetemi képzés, egyetemi tudás is, és ebben a zeneművészeti karnak ez a nyári akadémiája szintén élen jár. Állami és városi kitüntetésekkel ismerték el a Debreceni Egyetem több oktatójának és kutatójának munkáját. A díjazottak okleveleiket augusztus 20-án az államalapítás napján vehették át. Széchenyi díjat kapott Budapesten Szőlősi János vegyész, az általános orvostudományi kar egyetemi tanára. A Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben az egyetem 7 jelenlegi és korábbi szakembere részesült, köztük Nagy János agrármérnök, az egyetem korábbi rektora. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést 4 oktató kapta meg, köztük Pintér Ákos matematikus, a Debreceni Egyetem általános rektor helyettese. Augusztus 20-án adták át a városi kitüntetéseket is Debrecenben. A város érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként Pro Urbe díjat vehetett át Barta Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektor helyettese. Élő fával szimbolizálta a tudásfáját a Debreceni Egyetem idei virágkocsija. A nem mindennapi kompozíció a hallgatók tudásvágyát és a világunkra való nyitottságát jelenítette meg. Népszerű volt a Nagyerdőn kiállított hatalmas alkotás az augusztus 20-ai virágkarneválon. Sokan még fotót is készítettek a kocsi mellett állva. A kompozíció egy fa árnyékában olvasó lányt jelenített meg, aki éppen tanul, ahogyan azt az alma máterben is teheti. Erre ugyanis minden lehetőségük megvan az egyetem hallgatóinak. Az intézmény a hazai képzési portfólió szinte teljes kínálatát nyújtva magas színvonalon biztosítja, hogy a friss diplomások az itt megszerzett tudás birtokában sikeresen elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. Így az életerős fa egyben a gyümölcsöző karrier lehetőségét is jelképezte. Szeptember 15-én visszatér a U-Day, az ország egyetlen tanévnyitó aréna show-ja. Újra hallgatókkal telhet meg a Nagyerdei stadion lelátója. 2019-ben teltház volt a stadionban a U-Day estéjén. Több ezeren voltak kíváncsiak a rendezvényre. Akkor zászlósok mutatták meg, hány országból érkeztek hallgatók Debrecenbe tanulni. A zenés-táncos összeállításban pedig több mint 500 résztvevő, köztük egyetemisták, debreceni művészeti csoportok és sztárfellépők mutatkoztak be. 2020-ban a járványhelyzet miatt nem lehetett megtartani a rendezvényt. A szervezők tervei szerint idén szeptember 15-én tér majd vissza az Aréna Show. A belépéshez védettségi igazolvány is kell majd, ezt a megjelölt állomásokon kell majd felmutatni. Az érvényes igazolvánnyal rendelkezők karszalagot kapnak majd.
Az egyetemtér volt az egyik legnépszerűbb nappali helyszín a Campus Fesztiválon, ahol számos interaktív foglalkozással várták az érdeklődőket. Az intézmény sokszínűségét mutatja, hogy kiváló összhangban tudtak együttműködni az egyes karok, akik bemutatkoztak az egyetemi helyszínen. A Campus Fesztiválon a Debreceni Egyetem rendezvényhelyszíne, az egyetemtér volt az egyik legszínesebb, legnépszerűbb nappali helyszín, ahol mintegy 300 egyetemi oktató, dolgozó és hallgató igyekezett megmutatni az egyetem sokszínűségét. A fő cél az volt, hogy a tudományt játékos formában ismertessék meg a fesztiválozókkal. Többek között a biomechanikai laboratórium tevékenységével is megismerkedhettek az arra járók. Szeretnénk a orvosi alkalmazását bemutatni a 3D technológiáknak, amiket alkalmazunk. 3D nyomtatás, 3D szkenelés, amire fókuszálunk, de gyerekprogramokkal is készültünk. Ott egy kis sarkot rendeztünk be a gyerekeknek is, de a fő célunk az, hogy a 3D technikáknak a sebészi, mozgásszervi sebészeti alkalmazását így test közelben is be tudjuk mutatni. Ahogy az idő telik, annál kevesebb az esély arra, hogy nyomokat találunk. Ezt hívják a halaszthatatlanság alapelvének, a másik pedig az objektivitásnak az elve, hogy mi onnan csak azt tudjuk behozni, amit látunk, meg amit saját magunknak összerakunk. Az intézmény standjánál sokan gyűltek össze, például a helyszínelési bemutató idején, amit az Igazságügyi Orvostani Intézet és a rendőrség tartott. Minden fontos, amit látok, mindenek vannak ilyen. Rá lehet lépni? Rá lehet lépni? Rá lehet lépni. Nem kell körbejelni, mert mindent látok. Rengeteg minden tanultam tőlük. Annyit tudok, hogy Béla bácsi egyetlen 58 éves, nem kell megtudni semmit, mert már van, ami hosszas. Az igazságügyi szakemberek munkáját legtöbben a filmekből és a krimikből ismerik. A cél az volt, hogy bemutassák, mit csinálnak valójában, és mennyire összetett a feladatuk. Sokszor van olyan is, hogy egy természetesnek tűnő halálesetről derül ki, hogy valójában ott emberölés történt. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos a mi munkánk is, amit nem lehet a helyszínen eldönteni, például a halál okának, sokszor az idejének, a körülményeinek a megállapítása az nem lehetséges, vagy részlegesen lehetséges csak a helyszínen. Ezeket a későbbi vizsgálatok tudják feltárni, amit többek között a mi intézetünkben is végeznek. Népszerű volt a klinikai központ mentési bemutatója is. A sürgősségi klinika és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak közreműködésével tartott interaktív bemutató során az alapszintű újraélesztést és a félautomata defibrillátor használatát is bemutatták. Így történik meg a feltárás, a buzsinak, azaz a kék műanyagcsőnek a behelyezése, a hangrésen áthalad, akkor ezt egyből mondja, hogy áthaladtam a hangrése, ráfűzzük a tudust. És ilyenkor egy szigorú kommunikáció zajlik. Ez a mentős bemutató, ez jóféle. Meg holnap is lesz mentési bemutató, azt is várom. A borkészítés rejtelmeivel is megismerkedhettek a fesztiválozók a Debreceni Egyetem Mádi Borakadémiájának köszönhetően. Csütörtök este a fiatalok az egyetem téren tartott pont ott parti keretében együtt izgultak, ünnepeltek azért, hogy az akkor közzétett felsőoktatási felvételi ponthatárok alapján kit melyik intézménybe vettek fel. Azok, akik a Debreceni Egyetemre kerültek be, papírkoronával a fejükön távoztak. A kampusz harmadik napján sem unatkoztak azok, akik kilátogattak az egyetemtérre. Egyebek mellett az infektológiai klinika bemutatta a náluk használt védőeszközöket, és tájékoztatták az érdeklődőket arról is, mit érdemes tudni a koronavírusról. Akár a delta variáns, akár a gamma variáns, ami Magyarországon is jelen van és jelen lesz, és terjed a következő hónapokban, az a következő szezonra felépíti a járvány negyedik és akár ötödik hullámát, ami feltehetően már nem lesz akkora, mint a második, harmadik hullám volt, de az oltatlanokat veszélyezteti egyértelműen, és ez ellen még nagyon sokat tudunk tenni, hiszen még van időnk ezt a védettséget, ezt a népesség egészét előírő védettséget elérni, hiszen a koronavírus járvány itt lesz velünk egészen addig, amíg a népesség teljes átoltottsága meg nem történik.
A Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának élelmiszertechnológiai intézetes tandjánál, egyebek mellett a Debreceni Egyetem innovációs központjában készült szörpöket és a hallgatók által sütött különféle kekszeket kínáltak. A látogatók itt megismerkedhettek többek között a különféle élelmiszerek nagyüzemi gyártásának folyamataival, az élelmiszertrendekkel, az ezzel kapcsolatos kutatási irányokkal, de a szakértők segítettek az élelmiszerek csomagolásán található információk értelmezésében is. Az egyetlen egy olyan élelmiszeripari üzem, amely egy felsőoktatási intézmény üzemeltet. Az üzemünk az működési engedéllyel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy amit a hallgatók előállítanak, az élelmiszermérnök hallgatók előállítanak termékeket, az mind forgalomba kerül, vagy kerülhet, és bárki fogyaszthatja. Ezek a termékek tényleg élelmiszeripari fogyasztásra készülnek el. Ez egy olyan arcfelismerő szoftver, aminek segítségével azokat a reakciókat azonosítják, amiket a lejátszott zenei részletek váltanak ki. Egy egyetemi olyan közös programot mutatunk be, ami a Neurotech EU, egy európai egyetemnek a bemutatója. Ez arról szólna, hogy 8 európai egyetemmel közösen egy konzorciumban próbálunk az agykutatással kapcsolatos témákban előre haladni, és a Debrecen Egyetemnek, ami nagyon nagy erőssége ebben, és amit itt is próbálunk bemutatni, hogy ez a sok-sok kar, ami van az egyetemen, azok hogyan tudnak együtt, közösen olyan témákon dolgozni, amik az agykutatáshoz, meg az agyhoz, az agymegismeréshez valamilyen módon kapcsolódnak. Tehát itt most a zeneművészeti kar, a bölcsésztudományi kar, a természettudományi kar, az agrár, a orvosi egyetem és minden az orvosi kar együttesen próbálnak olyan dolgokról bemutatót tartani, amik mind-mind az agyhoz kapcsolódnak valahogy. Egy másik faházban, aki akart, ultrahangot is készíthetett. Az embernek előbb-utóbb szüksége lesz rá, hogy az egészségével foglalkozzon, hogyha orvoshoz megy, akkor nem árt, hogyha tudja, hogy az orvos azt, amit kért vizsgálatot, azt mennyire sürgősen kérte, ő maga ultrahangra jogosult lenne esetleg. Gyakran van az, hogy magánban kérnek olyan vizsgálatokat, amiket már régen a klinikán kéne vizsgálnunk, tehát valamennyire az egészségtudatosságot próbáltuk meg így behozni a köztudatba. A fesztiválon az úgynevezett részek szemüveget is ki lehetett próbálni, amely egy józan embernek a részegség érzését kelti. Ezzel azt lehet bemutatni, milyen jelentősen letompulnak az érzékeink komolyabb mennyiségű alkohol elfogyasztása után. Ki tud-e önteni valaki 1 deci, 2 deci, 3 decit valami olyan formátlan pohárszerűben vagy befőttes üvegben, hogy például ezzel is lehet őket rávenni arra, hogy azért tudják a mértéket, tehát hogyha mondjuk egy parkban üvegből iszik az ember, nem biztos, hogy tudja, hogy az mennyi volt, mennyi alkoholfogyasztás volt. Dagda vagyok. Én leszek a Debrecen Egyetemisták segítőkutyája. Bemutatkoztak a gyermeknevelési és gyógypedagógiai karon szeptemberben induló állatasszisztált pedagógiai szakképzésben résztvevő segítőkutyák is. A fesztiválozók érdeklődve és örömmel fogadták az ebeket. Itt a lehetőség végre arra, hogy a megváltozott viszonyaink között, a megváltozott világunkban valami plusz tudjunk adni, és ez a plusz talán az lenne, hogy ne felülről nézzünk az állatvilágra, hanem egy partneri viszonyt próbáljunk meg kialakítani. És ennek a partneri viszonynak nagyon jó eszközei lehetnek, vagy kapcsolati tényezői lehetnek a kutyák, hiszen nagyon jól kommunikálják a hozzájuk forduló embert. Nagyon jól kommunikálnak a hozzájuk forduló emberrel. Sokan követték figyelemmel az egyetem tér délutáni pódium beszélgetéseit is, különösen azt, amelyiken Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, illetve az egyetemi vezetés vett részt. Ennek során az innováció és a személyes motiváció került terítékre. A program helyszínen esténként koncertek várták az érdeklődőket. A gazdaságtudományi kar is képviseltette magát a kampuszon. Egyebek mellett a pályaválasztási lehetőségekről is tájékoztatták a fiatalokat. Elsősorban nem pályaválasztásból érkeznek ide a hallgatók, de vannak érdeklődők. Például 2 nappal ezelőtt volt a felvételi Pont63-nak a kihirdetése pont a hátunk mögött lévő kivetítőn, és előtte elég sok érdeklődőnk volt. Voltak, akik már beadták jelentkezésüket a gazdaságtudományi karra, megkerestek minket már jelenlegi hallgatók is. A villamosmérnök és a fizikus hallgatók közösen mutatták meg tudásukat az érdeklődőknek.
Rövidesen a magánéletemről beszélek, és az ügyben a pilótó számokról. Ezek a táncoló robotok 3D nyomtatással készültek, de van itt hangmagasságra és frekvenciára változó LED panel és saját készítésű Nintendo is. Látják a fiatalok azt, hogy ha van egy kis affinitásuk akár a fizikára, akár az elektromágnesességre, akár így a forrasztásra, bütykörésre, hogy nagyon sok hasznos dolgot, például saját robotot is össze tudnak akár rakni otthon, ami csak olyan kis egyszerű dolgot tud csinálni tényleg, hogy táncol, és elszórakoztatják vagy saját magukat, vagy éppen, hogyha van az ember például idősebb, akkor a saját gyerekének tud egy házi játékot készíteni. A fiataloknak találkozási pontot is jelentett az egyetemi helyszín. Nagyon sok ismerőssel össze lehet futni, főleg most így a Covid helyzet miatt ugye nem találkoztunk senkivel, mi is hallgatók vagyunk, és így mindig otthon ültünk, itt meg már mindenkivel összefutottunk az összes baráttal, meg hát lehet bulizni. A Sporttudományi Intézet és a DEAC közös tanján a sportot és az egészséges életmódot népszerűsítették. Hála Istennek nagyon sokan érdeklődtek, fiatalok, leendő pályaválasztás előtt álló, valamint ezért nagyon sok sportoló is leendő, akár profi sportoló is itt járt, hogy milyen foci is, hogy ő focista szeretne lenni, tehát hogy hála Istennek ilyen beszélgetések is sorra kerültek. Természetesen az e-sport sem maradt ki a repertoárból. A konzolok és számítógépek segítségével különböző játékokat is ki lehetett próbálni. Napjainkban egyre népszerűbbé válik és folyamatosan fejlődik. Ez egy új keletű dolog. Úgy gondolom, hogy napjainkban különleges figyelmet is kap, és szerintem a távoljövőben sokkal nagyobb érdeklődés fogja övezni. Az egyetemi helyszínről természetesen a könyvek sem hiányozhattak. Ebben a vendégkönyvben 2018 óta gyűjtik a fesztiválhoz kötődő emlékeket. Számtalan fotó, rajz és írás is került már bele az évek során. De nem csak a könyvek népszerűsítése volt a cél. Az könyvtár népszerűsítése valamint nem mutatna, hogy a könyvtár mennyire sokszínű tud lenni. Igazából az ügyességi játékokkal is ez a célunk. Tehát a könyvtár nálunk ez már a harmadik hely, ahova kikapcsolódni járnak az emberek. A fesztivál 4 napja alatt több ezren keresték fel az intézmény, mint egy 30 standját és saját színpadát, ahová a remények szerint jövő nyáron is várják majd a fiatalokat. A Campus a Debreceni Egyetem havonta jelentkező magazinját látták, tartsanak velünk egy hónap múlva is. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!